A Nyugdíjas Egyesület ma délelőtt köszöntötte 80 év feletti, idén kerek születésnapjukat ünneplő tagtársait. A rendezvény elején Puskásné Tófei Valéria saját versét szavalta el, majd Bán Éva, az Egyesület elnöke szólt az egybegyűltekhez. Van, aki tavasszal születik, van, aki nyáron, van, aki ősszel vagy télen van a születésnapja, és gondoltuk, hogy nyáron egy olyan szép időszakban, amikor mindenki el tud jönni, ezért tartjuk közösen a születésnapot, és nagy-nagy örömünkre ez idén 5 fő 90 évesünk van, 16 fő 80 éves, és van 5-6 fő pedig, aki 85 éves. Bán Éva kiemelte, nagy öröm számukra, amikor születésnapos tagtársaikat köszönthetik. Nekünk ez nagy-nagy öröm, hogy ennyi időskorú van, nem csak 70 évesek, hanem 80-on fölül, sőt 90-ek is, mert az azt jelenti, hogy jó egészségi állapotban vannak. Szeretnek ide járni az Egyesületbe még ilyen korban is, és ez nagy elismerés az Egyesületnek. Minden évben külön köszöntjük a 90 éveseket, az idén is. Kapnak egy kis olyan italt, amire rá van írva, hogy 90 év és boldog születésnapot, persze virággal együtt. A férfieket nyilván egy-egy jó minőségű borral, a nőket pedig egy-egy cserepes virággal köszöntjük. Az ünnepi rendezvényen Unger Tamás alpolgármester is gratulált a születésnaposoknak. Én azt kívánom, hogy akkor esetleg mind a négy meglegyen. Legyen meg a napi cél, legyen meg egy pici munka, amennyire még jól esik, legyen meg egy pici bor, vagy éppen aki amit szeret, és mindenképpen legyen meg az a szeretetteljes közösség, ami kell ahhoz, hogy megérjék a 88, 5 és 90 éves korukat, sőt 95 is, ahogy mondtam, még per 100 éves korukat is. Én ehhez polgármester nevében is azt kívánom, hogy legyen meg a kitartásuk, legyen jó egészségük hozzá, legyen meg a jó kedvük, legyen meg a boldogságuk hozzá, és minél többször használják ki ezt a lehetőséget itt az Egyesületben, minél többet járjanak el a közösségi rendezvényekre, hiszen amit mondtam, a közösség és az általa nyújtott szeretet az biztos, hogy mindenkinek a legfontosabb. A köszöntések után kocintottak a megjelentek, majd jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott a program.